már nem biztos, hogy ezen a mérkőzésen lesz a legkevesebb dolgunk, mert ugye két hete kezdtük el a felkészülést, és elég fáradt a csapat most. Ugye ez lehet, hogy közhegy dolog, de ezen a hétvégén, meg jövő hétvégén lesz a legfáradtabb a csapat, utána a frissítés lesz. Nem is az eredmény a lényeg, hanem hogy mindenki legalább egy fél időt játszom ezen a mérkőzés. Nagyon jó körülmények között fogunk játszani, ez egy felújított, vagyis felújított új pálya, ami egy nem is tudom, hányadik generációs műfű, és jó műfű. Most ugye szerettünk volna mi is füvön játszani, de most az időjárás nem engedi most már, de még egyszer mondom, ez egy jó minőségű műfű. Én remélem, hogy egy jó meccset tudunk rajta játszani. Úgy beszéltük meg a felkészülés elején, hogy 10 edzőmeccset azt nagyjából elfelezzük, és 5-5 edzőmeccset vagy fél időket fogunk védeni, úgyhogy ez meg lesz felezve, ezek az edzőmeccsek, vagy még a fiataloknak is fognak lehetőséget adni. Én annyit szeretnék mondani, hogy részvételt szeretnénk kívánni a Diósgyőri klubnak is, és Rakacki Bence hozzátartozóinak is. Sajnos nem tudunk ott lenni a temetésen az edzőmeccs miatt, de lélekben ott leszünk, és még egyszer részvételt.